Növelik a hatékonyságot. Akciótervet dolgoz ki a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat. Ezzel a jövőbeni környezetvédelmi és energetikai beruházásokat alapozzák meg. Áremelés várható. Drágulnak a dohánytermékek és az üzemanyagok árai is a jövedéki adó emelése miatt. Közös tervezés. Szabolcs megye és a romániai Szatmár megye útfejlesztésekre, közszolgáltatásokra és kulturális örökségvédelemre is pályázik. Akciótervet dolgoz ki a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat. Ezzel a jövőbeni környezetvédelmi és energetikai beruházásokat alapozzák meg. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fenntartható energia és klíma akció tervre azért van szükség, hogy a fejlesztéseket tervező önkormányzatok minél hatékonyabb beruházásokat tudjanak megvalósítani. A mai közgyűlésen szó volt még egyebek mellett a megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási programról, valamint a jégkárt szenvedett szatmári térség helyzetéről is. Jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár Bereg megye több településén még júniusban. A természeti csapás után a belügyminisztérium segítséget nyújtott az önkormányzatoknak. A szocialista képviselők szerint azonban újabb támogatás szükséges, mert a kormányzati segítség nem érintette a magántulajdonú megrongálódott ingatlanokat. Veres János kezdeményezése arra irányult, hogy még a rossz idő a tél beállta előtt sikerüljön megoldani a magántulajdon ingatlanok helyreállítását is. Ebben eddig nem igazándiból történt kormányzati segítség, és annak örülök, hogy egyetértett a közgyűlés összes frakciója, illetve a megyei közgyűlés elnöke is, hogy ismételten segítségért fordulunk a megyei a belügyminiszterhez, úgyhogy a közgyűlés elnöke levelet fog írni a belügyminiszterhez, és remélem, hogy még a tél beállta előtt, a rossz idő beállta előtt megoldódnak ezek a problémák. Napirend előtti felszólalásában az Összefogás Szabolcs-Szatmár Bereg megye felemelkedésért egyesület önkormányzati képviselője Helmeci László a közfoglalkoztatási rendszerről beszélt. Kiemelte, megyénkben 100 dolgozóból 17 közfoglalkoztatott. A Jobbikos Adorján Béla hozzátette, a minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér alig különbözik, szerinte kormányzati intézkedés szükséges. A képviselő a megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási program megvalósítási helyzetéről tartott tájékoztatóhoz is hozzászólt. A politikus úgy véli, miért szemétszállításra lenne szükség a megyében, vagy ingatlanonként bejelentett lélekszám alapján meghatározott díjakra. Hogyha egy fő lakik egy adott ingatlanon, akkor egyegységnyi szemetet termel feltételezhetően, és egyegységnyi szemétszállítási díjat kell fizetnie. Azokon az ingatlanokon viszont, ahol akár 30-an is laknak, ott 30 egységnyi szemét fog keletkezni, nyilvánvalóan azért, mert ilyen az élet, és ők 30 egységnyi díj fizetésére lesznek kötelezettek. Többek között a fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár Bereg megyében című felhívásra benyújtott támogatási kérelmet is jóváhagyták a képviselők. A pályázatot a megyei önkormányzat több város önkormányzatával közösen konzorciumban valósítja meg, és többek között vidékfejlesztési és líder egyesületek is részt vesznek majd a projekt az akcióterv megvalósításában. Egy olyan pályázati programról van szó, amely további beavatkozásokra ad lehetőséget. Alapvetően egy tervről és egy dokumentumról, amely viszont pótolhatatlan ahhoz, hogy további európai uniós forrásokat tudjanak a települési önkormányzatok megpályázni környezetvédelmi, illetve energia hatékonysági célokra. A közgyűlésen arról is szó esett, több helyi és országos médium azt közölte nyáron, a vásárosnaményi szennyvíztisztító telep szennyezi a Tiszát, ezért a víz alkalmatlan fürdőzésre, pusztulnak a halak. A hír nem igaz, ez több frakció képviselője is megerősítette, de a közgyűlésen kiemelték, a régi szennyvíztisztítót valóban korszerűsíteni kell. A fejlesztéshez szükséges, a probléma rendezéshez szükséges forrás az rendelkezésre fog állni, hiszen a kormányzat, maga a kormányhivatal is intenzíven foglalkozott a problémát mélyrehatóan tanulmányozta. A javaslat megtörtént, és én úgy tudom, hogy a javaslat befogadásra került, és a szükséges fejlesztéshez szükséges forrás az biztosítva lesz, és hamarosan szerintem ez a megvalósítás talajára is fog lépni. A közgyűlésen elhangzott az is, az október 23-ai központi megyei ünnepséget idén Záhonyban tartják majd október 22-én szombaton.
Drágulnak a dohánytermékek és az üzemanyagok árai is a jövedéki adó emelése miatt. A benzinkutakon már október 1-től érezhető lesz a változás. A benzinnél literenként 5 forint, a dízelnél literenként 10 forint lesz az adóemelés mértéke. A dohánytermékek árai 3 lépésben emelkednek jövő év végéig. Bár a cigaretta az egyik legnagyobb mértékben dráguló termék, még mindig sokan vásárolják Magyarországon. A KSH adatai szerint idén a második negyedévben már 152 milliárd forintot költöttek dohánytermékre hazánkban, ez a szám 5,4%-kal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A cigaretta kiskereskedelmi árának 56%-a jövedéki adó, amely 3 lépésben ismét emelkedik, összesen 29%-kal. Egyszer már volt egy lépés, ami azt jelentette, hogy a minimumadó 28 000 forintról 28 400 forintra növekedett. A következő lépés az 2017. január 1-től megtörténni, ami azt jelenti, hogy a tételes komponens fog emelkedni 15 700 forintra, 16 200 forintra. És lesz még egy lépés 2017. július 1-től, ahol ismételten a minimumadó fog emelkedni 28 800 forintról 29 200 forintra. Azt gondolom, hogy ez egy kezelhető és kiszámítható, végre azt mondom, hogy kiszámítható adóemelési lépéseket jelent. Így egy szál cigaretten már nem 28, hanem 28,4 forint lesz a jövedéki adó. A változásokat az is nehezíti, hogy most kell átállni az új dohánytermék irányelv rendelkezéseire, így az uniós szabályok szerinti csomagolást kapnak a termékek, valamint plusz egy szál cigaretta is kerül majd a dobozokba, ami szintén növeli majd az árakat. Az új dobozok bevezetésének utolsó határideje 2019. május 20-a. A tankolás is drágul jövő hónaptól. Ennek oka, hogy egy májusi törvénymódosításnak köszönhetően változik az üzemanyag jövedéki adójának mértéke. Ezt eddig magyar törvények határozták meg, amelyek alapján a benziné 120 forint per liter, amíg a dízel üzemanyagé 110 forint per liter volt. Ez a mérték október 1-től azonban változhat, attól függően, hogy a Brent típusú kőolaj hordonkénti világpiaci átlagára 50 dollár alatt vagy fölött lesz. Ha alatta, akkor emelkedik a jövedéki adó. Az elmúlt negyed év során 50 dollár alatt maradt a Brent világpiaci ára, így október 1-től a jövedéki adó mértéke benzin esetében literenként 5 forinttal, a dízel üzemanyagnál pedig literenként 10 forinttal emelkedik. A törvény szerint negyed évente történik a jövedéki adó módosítása a meghatározott rendszer alapján. Magyarországon egyébként az üzemanyagárak általában heten belül is többször változnak, függen attól, hogy a világpiaci árak miként alakulnak. A világpiaci ár egy nagyon bonyolult összefüggés, a világpiaci kínálat és keresletnek a függvénye. A mi várakozásunk szerint alapvetően nem lesz jelentős változás a kőolajárakban a következő 12 hónap során, tehát valószínűsítjük azt, hogy a megemelt adó mérték lesz a következő évben is. Jelenleg átlagosan 334 forint a 95-ös üzemanyag literenkénti ára a benzinkutakon. Az üzemanyagár 2012-ben döntött csúcsot, akkor a rekord 451 forintnál állt meg. A szakemberek szerint ilyen magas árszinte kizárt a közeljövőben. 2016 második felében nyílnak meg a határmenti régiós együttműködéseket támogató uniós pályázatok. Magyar-román viszonylatban mintegy 232 millió eurós fejlesztéseket terveznek a szomszédos országok 2020-ig. Szabolcs megye és a romániai Szatmár megye útfejlesztésekre, közszolgáltatásokra és kulturális örökségvédelemre is pályázik. Az Európai Bizottság még 2015 végén elfogadta a Románia és Magyarország együttműködésével megvalósuló 2020-ig tartó határon átívelő fejlesztési programot. A tervezett projektekre 231,8 millió eurót költene a két ország 2020-ig. Ehhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 189,1 millió eurót tesz hozzá. A támogatási összegek még változhatnak, de a közös célokat most fogalmazzák meg a határmenti régiók, mondta el Pataki Csaba, a romániai Szatmár megye tanácsának elnöke közéleti műsorunkban. Hozzátette, a programok a határmenti közlekedést, mobilitást is segítik. A határok átjárhatósága ez a gazdasági növekedéssel is járna, és mivel hogy Romániában a nagyvárosok közelebb vannak a határhoz, mint Magyarországon, ez itt a vidéken élő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embereknek is minőségi változást hozna az életében, hisz mert talán jobban fizetett munkahelyet talán a Szatmár-Németiben, és nem kéne beingázni egész Nyíregyházait, mert Szatmár-Németi 8 kilométerre van a határtól, de Nyíregyháza pedig közel 100-ra.
Új határátkelők nyitása, a régióban a hátrányos helyzetű térségek közlekedésének fejlesztése, utak megújítása is cél, és bizonyos egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében is együtt gondolkodik Magyarország és Románia. Mindkét országnak fontos a korszerű vízvédelem és gazdálkodás, valamint a természeti és kulturális értékek megóvása. A pályázatok 2016 második felében lesznek elérhetők. A kényszer betelepítés elleni népszavazási kampány részeként sajtótájékoztatón és azt követően lakossági fórumon buzdították az érdeklődőket az október 2-ai voksoláson való részvételre és a nem szavazatokra Csengerben. Bencsik András újságíró beszédében hangsúlyozta, az Európai Unióban nem születik elég gyermek, azonban szerinte a népességszám növelésére nem bevándorló felnőtteket kellene importálni, hiszen ezzel Európa etnikai és kulturális alapjait változtatják meg. Az újságíró jóvá tehetetlennek és visszafordíthatatlannak nevezte az illegális migráció következményeit. Nem lehet embereket, akik itt születnek egy adott országban, nem lehet elkergetni. Tehát akkor tudomásul kell venni, hogy megváltozott a szociológiai összetétel egy társadalomnak. Az 5 évesnél fiatalabb gyerekek esetében Németországban a bevándorló hátterű gyerekek aránya 75%. Ez azt jelenti, hogy egy emberöltő leforgásával Németországban a bevándorlók többen lesznek, mint a németek. Ennek a következményei a németeket nem zavarja, de ha valaki józanul gondolkodik, ez rendkívül súlyos. Baleset történt tegnap éjszaka Nyíregyházán a Ferenc körúti csomópontban. Egy autós feltehetően a tilos jelzés ellenére hajtotta az útkereszteződésbe, ahol egy szabályosan közlekedő mikrobusszal ütközött. A balesetet okozó autó egyik utasa megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Mindkét gépjárműben jelentős anyagi kár keletkezett. Autóbusznak hajtott egy személygépkocsi ma délelőtt a Szarvas utcán. Az autó vezetője nem adott elsőbséget a busznak, ezért történt a baleset. Az ütközés során az autóbusz a járdára is felhajtott, próbálta elkerülni az ütközést, de már nem tudta. A balesetet okozó sofőr elismerte a felelősségét. Kerékpáros lassúsági versenyen is részt vehettek az érdeklődők az autómentes napon ma Nyíregyházán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 5 testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a testnevelőket. A Baktaló Rendháza és a Nyíregyháza Spartacus tovább jutott a labdarúgó magyar kupában. 3 Szabolcs-Szatmár Bereg megyebeli csapat viszont búcsúzott a szerdai játéknapon. Kerékpáros lassúsági verseny, baleset megelőzési túra és ki mit tud is várta a látogatókat a mai autómentes és kerékpáros közlekedésbiztonsági napon Nyíregyházán. Az Európa szerte megtartott eseményt 10. alkalommal rendezték meg a Szabolcsi megyeszékhelyen. Ügyességi és lassúsági versenyen egyensúlyoznak a fiatalok, és az ittasságot szimuláló szemüvegben próbálják megoldani az egyszerű hétköznapi feladatokat a baleset megelőzési sátorban. A rendőrség szerint egyre biztonságosabban lehet Nyíregyházán kerékpárral közlekedni, ehhez viszont fontos, hogy a baleset megelőzési felkészítést már fiatalkorban elkezdjék. A mai autómentes napon első alkalommal rendeztek kerékpáros baleset megelőzési programot. Egy nagyon széles palettát fogunk mutatni a baleset megelőzési munkából. Így többek között lesz majd, itt van mellettünk egy kis pálya felállítva, lesz kerékpáros ügyességi verseny, kressz elméleti verseny, lesz majd kerékpáros szépségverseny, lesz majd kimondottan kerékpáros ki mit tud, lesz egy kerékpáros lassulási verseny, és ugye egész nap a baleset megelőzési sátorban ki lehet próbálni a motorkerékpár szimulátort, a részegséget imitáló szemüveget, a gyerekek rajzolhatnak, kirakózhatnak, illetve
Mindenre lehetőség van, ami a baleset megelőzéssel kapcsolatos. Nyíregyháza alpolgármestere az esemény megnyitóján azt mondta, a város további kerékpáros fejlesztéseket tervez, a közeljövőben 9 kilométernyi új bicikliutat építenek. Nyíregyházán nem csak az autóforgalom növekedett meg igen jelentősen, hanem a kerékpáros forgalom is. Ugye a város ebben az évben másodjára is megkapta a kerékpáros barát település címet. 9 kilométer kerékpárutat fogunk építeni saját erőből, illetve egyéb forrásokból. Nagyon fontos az, hogy akár az autósok, akár a kerékpárosok egyrészt helyesen közlekedjenek párhuzamosan, a kerékpárosok védve legyenek, mert ugye a megnövekvő autóforgalom ugye szennyezi Nyíregyházának a levegőjét, smog közeli állapotot teremt, nem árt az, hogyha van alternatíva, nem árt az, hogyha vannak olyan emberek, és ezek összefognak, hogy megmutassák azt, hogy mit is jelent a kerékpározás, akár munkába járás, akár pedig kirándulás mellett. Az autómentes és kerékpáros baleset megelőzési napon a városba érkezett a Beregfest kerékpáros túra Budapestről induló csapata. Ők arra hívják fel a figyelmet az akciójukkal, hogy Ukrajnának az Európai Unióban van a helye, ezért Budapestről és Kijevből is kerékpárosok tartanak Beregszászra. A célunk a neves üzenet mellett az, hogy fölkeresni Beregszász város testvértelepüléseit, Gödöllőt, Hatvant, Kisköre, Tiszaújváros és Nyíregyháza, ugye holnap meg, illetve már ma megérkezünk Vásárosnak, így ez a hat testvértelepülésnek személyesen adtuk át a meghívókat, illetve Beregszász város ajándék csomagát. A kerékpáros egyesület emellett egy 20 000 eurós tüdőszűrő röntgengépet adományoz Beregszász város kórházának. Öt testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diák Sport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a testnevelőket. 2014-ben kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diák Sport Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett munkát. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A csütörtöki közgyűlésen 5 testnevelő vehetett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagyon elégedettek vagyunk a megye testnevelőivel és a hozzáállásukkal és az eredményeikkel meg pláne, és azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, hogy ilyenkor az erkölcsi elismerést azt mindenképpen megtesszük. Nagyon szépen köszönjük egyébként, és hálásak vagyunk a megyei önkormányzatnak, hiszen korábban egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és ennek ezen együttműködési megállapodás keretében azóta valóban tudjuk díjazni a testnevelőket, és azt hiszem, hogy ez a plénum, a megyei közgyűlés, ez pedig egy különös rangot ad annak, hogy ez az elismerés itt kerül átadásra. Ezzel is egy, azt hiszem, hogy méltó szintre emeljük azt a munkát, amelyet a megyei testnevelők végeznek. Dudás Szilvia 4 évtizede dolgozik testnevelőként Nyírkarászon, ahonnan az országos diákolimpiai döntőkre is eljutott tanítványaival. Emögött 40 év munkája van, mert ez az utolsó tanítási évem, amit most kezdtem el. Úgyhogy hát az eredményeket nem tudnám felsorolni, a 40 év munkáját. Tehát mindenféle diákolimpián részt vettem, és egy iskolába tanítok 40 éve, a Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskolában. Az utánpótlás nevelésben is részt vettem. A diákolimpiákon minden évben országos döntőn vettek részt iskolánk tanulói. Hajnal Mária, a nyíregyházi Kodály testnevelője, arra a legbüszkébb, hogy egy korábbi tanítványa ott lehetett a riói olimpián. Szerintem ez ilyen 24 órás szolgálat, főleg, hogyha a hétvégén versenyek is vannak, de nagyon-nagyon sok munka van benne. Nem csak az én részemről, hanem főleg a gyerekek részéről én csak diktálok. Ők a munka hősei, a munka végzői. Nagyon büszke vagyok a diákolimpiánkon elért úszássportágban az eredményeinkre, illetve a Kodály iskolának mindenféle sportágban tanúsított eredményeire, illetve a legnagyobb büszkeségem most ebbe az évben Reményi Ármin, akinek nevelőedzője lehettem, és a riói olimpiára A-szinten jutott ki. A közgyűlésen elismerésben részesült még Tóth Attila Árpád, a Baktaló Rendházi Vai Ádám Gimnázium mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium testnevelő tanára, Peterman István, a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola testnevelője, és Fábri Zoltán, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola testnevelő tanára.
A Baktalu Rendháza és a Nyíregyháza Spartakusz tovább jutott a labdarúgó magyar kupában. Három Szabolcs-Szatmár Bereg megyebeli csapat viszont búcsúzott a szerdai játéknapon. A baktaiak 4-4-es döntetlen után a Cigándot múlták felül 11-es párbajban, a Spari pedig Iváncsán nyert 3-0-ra. Igazi kupacsatát hozott a megyei első osztályú Baktalu Rendháza és az NB2-es Cigánd találkozója. A rendes játékidőben kétszer is vezettek a hazaiak, de a 90 perc 3-3-as döntetlennél zárult. A hosszabbításban is előnyhöz jutott a Bakta, de arra a gólra is volt válasz a Cigándnak. A 11-es párbajban sem hozott döntést az első kör, aztán Tóth Krisztián hárította a cigándi próbálkozást, Szabó Róbert pedig tovább lőtte csapatát a legjobb 64 közé. Minden tiszteltem a csapaté, tehát egy nagyon-nagyon kemény mérkőzésen jó csapat ellen játszottunk, tehát csak egy NB2-es csapat, ez látszott is. A mérkőzés nagy részében ők birtokolták a labdát, de hát ez is volt a tervünk, hogy próbáljuk átadni nekik a területet, és a gyors emberénkre építve megpróbálunk gólokat szerezni. Ugye ez bejött, mert rúgtunk négyet, azzal nem számoltunk, hogy fogunk is kapni négyet, de végül sikerült a 11-es párbajba tovább jutnunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. A Nyíregyháza Spartakusz 3-0-ra nyert a Fehér megyei első osztályban szereplő Iváncsi otthonában. Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy egy ilyen helyzetben lévő csapatnak kezdenie kell. Egy alacsonyabb osztályban játszó csapat ellen, 3. percben gólt szereztünk, 8. percben gólt szereztünk, onnantól kezdve gyakorlatilag a meccs eldőlt, és tudtuk játszani a játékunkat, nem volt túlságosan sok kétség, magabiztosan nyertünk. A másik megyebeli NB2-es csapat, a Kisvárda 2-0-as vereséget szenvedett az NB3-as Hódmezővásárhelytől, az NB3-as Nyírbátor a Pest megyei első osztályban szereplő Tura csapatától kapott ki 2-1-re, a megye 1-es Balkány pedig saját pályáján maradt alul 2-1-re az NB3-as Budafokkal szemben. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Akciótervet dolgoz ki a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat. Ezzel a jövőbeni környezetvédelmi és energetikai beruházásokat alapozzák meg. A fenntartható energia és klíma akciótervre azért van szükség, hogy a fejlesztéseket tervező önkormányzatok minél hatékonyabb beruházásokat tudjanak megvalósítani. Drágulnak a dohánytermékek és az üzemanyagok árai is a jövedéki adó emelése miatt. A benzinkutakon már október 1-től érezhető lesz a változás. A benzinnél literenként 5 forint, a dízelnél literenként 10 forint lesz az adóemelés mértéke. A dohánytermékek árai 3 lépésben emelkednek jövő év végéig. 2016 második felében nyílnak meg a határmenti régiós együttműködéseket támogató uniós pályázatok. Magyar-román viszonylatban mintegy 232 millió eurós fejlesztéseket terveznek a szomszédos országok 2020-ig. Szabolcs megye és a romániai Szatmár megye útfejlesztésekre, közszolgáltatásokra és kulturális örökségvédelemre is pályázik. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 22-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este várjuk Önöket műsorainkért és további hírekért addig is böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is folytatódik a csendes őszi időjárás. Anticiklon alakítja időjárásunkat, száraz, hűvös levegő áramlik fölénk. Éjjel kiderül az ég és leáll a szél. Hajnalra elősen lehűl a levegő, talajmenti fagyok több felé várhatók. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok napsütésre, vékony fátyol felhőzetre és gomoly felhőkre számíthatunk. Csapadék nem lesz. A legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A kellemes őszi idő sok napsütéssel a következő napokban is jellemző lesz, bár szombat délutántól átmeneti felhősödésre és helyenként kialakuló záporokra számíthatunk. Az éjszakák továbbra is meglehetősen hidegek lesznek, szombatra virradóra ismét előfordulhatnak talajmenti fagyok. Napközben mérsékelten meleg idő és 18-20 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű egészen a jövő hét közepéig, amikor egy hideg front okoz majd szeles, felhős, többfelé csapadékos időt. A Móricz napi derültség szeles telet jelent, így tartották őseink.